Jó estét! Közügyek hírháttér műsorunk következik. Toma Viktória vagyok, mai témáink pedig Minden Szentek ünnepe és halottak napja, az egyház és a néphagyományok szempontjából, a Magyar Nemzeti Tanács hatásköreiről is láthatnak egy rövid áttekintést, lévén, hogy vasárnap nemzeti tanácsi választások lesznek Szerbiában. Ezen kívül riportban számolunk be a Magyar Csernye iskola felújításának körülményeiről, és arról, hogy a gépjárművezetőknek mit ajánlatos tudni a téli gumi használatával kapcsolatban. Emellett interjút láthatnak a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjairól is. Számítunk figyelmükre, tartsanak velünk! Ma Minden Szentek napját ünnepelik a katolikus hívek, holnap halottak napja, az éjjel pedig halottak éjszakája van. A temetők már megteltek mécsesekkel. A kishegyesi temetőben van Vadlövő Gabriella kolléganőm, Szőke Anna néprajzkutatóval beszélgett a Minden Szentek és halottak napjához kötődő népszokásokról, néphagyományról. Gabriella, tiétek a szó. Szervusz, köszöntöm a nézőket, így van, itt vagyunk Kishegyesen, a keleti temetőben, és itt is, ahogy a többi vajdasági, magyarországi temetőben is rengeteg mécsest gyújtottak már, és gyújtani is fognak, és itt el mellettem Szőke Anna néprajzkutató. Arra lennék kíváncsi, először is jó estét kívánok, hogy mik azok a néphagyományok, amik ehhez az ünnephez kapcsolódnak, Minden Szentekhez és Halottak napjához is, ami holnap lesz. Kezdeném talán azzal, hogy a két ünnep ma már nagyon összemosódott, egybefolyt, és ilyen szigorú elválasztás már nincsen. Mindkét napot nagyon nagy tisztelettel ünneplik az emberek. A néphagyomány, hát ami csodálatos volt, hogy ez valóban ünnep volt, és a férfiak öltönybe, ünneplőbe öltözve jöttek ki. Sajnos ma már látom, hogy nem igazán folytatódik ez a dolog, de erre napra nagyon készültek az emberek, sírjaikat rendbe tették. És ez a mai napig így van egyébként nagyrészt. Igen, és az, hogy napokkal előbb már jöttek, lehetőség volt a kisgyerekeket is magukkal hozni, és ennek egy óriási megtartó ereje volt, mert elmagyarázták, hogy itt a szüle nyugszik, itt apának a nem tudom én kie, és ez öröklődött utána tovább. Ma már a beiskoláztatás és egyéb dolgok miatt ez nem tud így működni. A másik, hogy a temető kultuszra vonatkozik, vagyis a sírok rendbetevése. Lehet, hogy nincs ma már annyi kerti virág, de akkor nem adtunk pénzt, vagy nem adtak az emberek pénzt virágra, mert mindenki készült otthon. Úgy termesztette a krizantémot, hogy az halottak napjára, Minden Szentekre meglegyen. Tehát nekem kicsit jobban tetszett, mert természetesebb volt a hozzáállás. Az ünnephez tartozik az is, hogy ilyenkor gyertyákat gyújtottak az ablakokba, kitették, azért, hogy az elhunytak lelke hazataláljon. Sőt, a szobákban több helyen égett gyertya, hogy ne bolyongjanak, megtalálják, hogy hova kell jönni. Erre egyébként van példa ma is, hogy otthon nincs, az ablakokban? Nincs, nagyon kevés, nincs, nem találtam már. 20 évvel ezelőtt volt. És mondjuk én is kitehetném, de elfeledkezek, bocsánat, hogy vagy kívül van a redőny, szóval a lakáskultúra nagyon sok mindennek gátat vetett. De hagyományhoz tartozott az is, hogy fonott kalácsot, kőtkalácsot sütöttek erre a napra, és leterítették az asztalt fehér abrosszal, arra lisztet szúrtak, és oda tették a vizet, a kalácsot, ezt az úgynevezett kőtkalácsot, ami mi magyaroknak az egyik legszebb kalácsféleségünk, és tudni vélték, látni vélték, hogy itthon volt madár alakjában a lélek, mondta az egyik adat közül, itthon volt a Mihál is, és hát honnan tudja, mert madár lábnyomok voltak, hitték, szóval ez egy gyönyörű, szép dolog volt. Ismét csak elnézést, ugyanazt kérdezném meg, ez a kalácsütés, ez él még ma valahol?
Hát az időseknél igen, az idősek körében igen, ez a kőtkalács, és hogy ezen az estén. De például hozzáteszem, hogy ilyen, hogy gesztenyét árultak, ez nem volt, ez 4-5 évtizede, 4 évtizede, ha van. És most már megjelentek a cukrászok is itt, sőt, ami ellen én ki vagyok akadva, hát lufikat is árulnak a bejáratnál. Szóval egy kicsit negatív irányba, az én szemszögemből nézve, nem biztos, de... És sokat változott az elmúlt időszakhoz képest. Ön említette még a műsor előtt, hogy volt egy nagyon szép hagyomány, de vallási hagyomány itt a kishegyesi temetőben, pár évvel ezelőtt, egy 50-60 évvel ezelőtt, ezt mondja el a nézőknek, és legyen szép. Hát ez az ateista társadalom vetett véget ennek a szép hagyománynak. A hívek, különösen a társulatok, a rózsafűzér társulatok kijöttek ide a nagykereszthez, úgy mondtuk, hogy a Jézuskához, hozták a sámlit, a pokrócot, és körülülték. És ez az a kereszt, ami mellett mi most állunk. Igen, és itt éjfélig imádkoztak és énekeltek, és közben a harangok minden órában megszólaltak éjfélig. Hát utána az 50-es években a törvény ezt megtiltotta, de ez egy nagyon szép valami volt, hogy itt hidegbe, jó időbe, és a lelkekért, az üdvözült lelkeké imádkoztak. Szőke Anna, nagyon szépen köszönjük. Szívesen. A közügyeket Kishegyesről Vadlövő Gabriella tudósította, a stúdiója szó. Köszönjük Gabriellának a tudósítást. A közügyek vendége Szakály József plébános, akivel a Minden Szentekről Halottak napjáról, a két ünnep kötődéséről beszélgetünk. Tehát először mondjuk el, hogy Minden Szentek a katolikus egyház szempontjából milyen ünnep. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Minden Szentek egy fő ünnep, ami azt jelenti, hogy a legrangosabb ünnepek közé tartozik. A fő ünnep ez egy rangsorolás igazából, ez az ünnepeknek a legnagyobbika, így lehetne mondani, tehát a legnagyobb ünnepek közé tartozik. A két ünnep kapcsolata is igazából egy igazi hittanóra, ha szabad ezt a kifejezést használnom, hiszen azt, aki megünnepli mind a két napot, úgy, ahogy az egyház liturgiája megkívánja, tulajdonképpen megtanulja, hogy mit is tanít a kereszténység, mit is tanít az egyház az evilági élet és a túlvilági élet kapcsolatáról. Hiszen ebben a két napban az egész egyház jelen van, az egész egyház megjelenik a hívek előtt. A mi hitünk szerint három létmódja van tulajdonképpen a létezésnek, pontosabban az egyház létezésének. Az egyik a zarándok egyház, akik mi magunk vagyunk, azok a hívek, akik a földi élet zarándok útját járják. A másik létmód, a másik létezési mód a megdicsült egyház, azok az emberek, akik már a teljességre jutottak, tehát már színről színre láthatják az Istent, már megtapasztalják azt a fajta beteljesedést, amiről az Úr Jézus beszél, amikor azt mondja, hogy a bebocsátást nyernek a mennyek országába azok, akik őhozzá hűségesek. És végezetül megmutatkozik előttünk a szenvedő egyház, azok az emberek, akik készülnek a belépésre a mennyek országába, tehát akik abban a létmódban vannak, abban a létmódban léteznek, amely egyfajta belépője a mennyek országának. Azt mondta, hogy azok, akik a katolikus egyház liturgiája szerint megünneplik ezt a két napot. Ez mi pontosan? Ez pontosan azt jelenti, hogy Minden Szentekkor a legfényességesebb ünneppel, arany miseruhákkal, ünnepi énekekkel, csodálatos virágdíszekkel ünnepeljük a Szentmisét, és emlegetjük a Minden Szenteket, pontosabban minden szentet, aki valaha élt, és akit ismerünk esetleg névről, vagy nem is ismerünk névről. Tehát megjelenik a szemünk előtt a megdicsült egyház maga. Azok a szentek, akikről hisszük, hogy ott vannak minden egyes liturgián, amelyen imádkozunk. Emlegetni szoktuk őket, hogy csatlakozik az énekünk, az angyalok énekéhez, a szentek végeláthatatlan sorához. Minden szentmisében vannak ilyen szövegek. Tehát a Minden Szentekkor minden olyan szentet köszöntünk, bízunk a közben járásukban, akik már a mennyei dicsőségben jutottak. A liturgia ezt úgy fejezi ki, hogy megjelenik a szemünk előtt a mennyei Jeruzsálem. János a jelenések könyvében úgy írja le a mennyországot, hogy a Szent Város megjelenik,
és a Szent Városban maga az Úristen dicsősége ragyog be mindent. És ennek a Szent Városnak a lakói a szentek tulajdonképpen. Viszont egy csodálatos vágással tulajdonképpen befejeződik a Minden Szentek ünnep este, és elkezdődik a halottak éjszakája. Ugye ez is egy fura dolog, hogy folytatjuk a zsidó hagyományt mi keresztények, hogy minden ünnepet előző este kezdünk el ünnepelni. Tehát a halottak éjszakája az nem november 2-án este van, hanem november 1-én éjszaka. Befejeződik a legpompázatosabb, legfényességesebb, legpazarabb liturgikus szertartás, ugye maga az ünnepi szentmise. Az aranymiseruha lekerül, a pap fekete palástot ölt, kihasznak a díszfényei a templomnak, és elkezdődik a halottak vecsernyéje. Elkezdjük imádkozni a halottak imaóráját. És megjelenik a szemünk előtt a szenvedő egyház, azok, akik már előttünk eltávoztak, tehát már nem a földi létben élnek, de még nem is jutottak el a mennyei dicsőségbe. A katolikus egyház fölfogása szerint ez a létmód, amit tisztító tűznek, tisztító helynek, a tisztulás állapotának is lehet nevezni, ez egy olyan létmód, ami tulajdonképpen egy fölkészítő, egy tisztulási folyamat, amin az ember lelke esik át ahhoz, hogy abban a létezési módban, a dimenzió túli valóságban élhessen, ahol az Úristen színről színe látja majd. És ilyenkor az Anyaszent Egyház maga imádkozik a meghaltjaiért halottak napján, tehát halottak éjszakán, és aztán halottak napi liturgiával. Az Anyaszent Egyház minden megholtjáért imádkozik, hiszen azokról, akik a mennyei dicsőségbe jutottak, van valamilyen biztos tudásunk. Tehát akiket az Anyaszent Egyház hivatalosan szenté javat, azokról állítja, biztos tévedhetetlen tudással állítja, hogy már a mennybe jutottak, tehát már az Isten színről színe látják. Viszont senkiről nem állíthatjuk biztosan, hogy elkárhozott, hogy kizárta magát ebből a csodálatos létezési módból, amit mi szegényes nyelvezettel mennyországnak hívunk. Tehát mi bízunk abban, amikor a halottakért imádkozunk, hogy még a legistentelenebbül meghalt halott is, hát ha élete, föld élete utolsó másodpercében még összeszedte annyira az erejét, hogy tudott esetleg egy döntést hozni az Isten mellett. Hát ha! És ezeknek az embereknek próbálunk segíteni azzal, hogy imádkozunk értük, pontosabban csatlakozunk az Anyaszent Egyház imájához, hiszen az egyház gyászolja ilyenkor halottait, és az egész egyház imádkozik értük. Na most a katolikus vallásúak azok már minden szentekkor temetőbe mennek, vagyis megtelnek a temetők, imádkoznak halottjaikért, akkor ez tulajdonképpen téves, csak halottak napján kellene ezt tenniük? Tulajdonképpen igen, viszont úgy alakult a szokás, hogy akkor elkezdjük már a temetőket járni előtte napokban is, de igazából halottak napján kellene kimenni a temetőbe, és halottak napján kellene gyertyát gyújtani, és esetleg halottjainkért imádkozni. De nagyon szép dolog az, hogy már a halottak éjszakáján is mécsesekkel teli az egész temető. Sőt, tulajdonképpen a katolikus liturgia azt is kéri, vagy tanítja, hogy ne csak ilyenkor menjünk a temetőbe. Nagyon szép látni például a lengyeleket, ha valakinek lehetősége van, én párszor jártam Lengyelországban rögtön húsvét utáni napokban, húsvét hétfőn, húsvét kedden, és ugyanolyan gyönyörűk a temetők, mint ahogy nálunk mondjuk halottak napján. Tehát ugyanúgy tele vannak mécsesekkel, virágokkal, mondván, hogy a föltámadás ünnepén is elmegyünk és imádkozunk a meghaltjainkért, mint egy demonstrálva a föltámadásba vetett hitünket. Hogyha emberileg lehetetlennek is látszik, hogy az a marékpor, ami az emberből marad, valaha is újra test lesz, mi mégis hisszük, hogy eljön majd az az idő, eljön majd az az időn túli valóság és létezési mód, ahol visszakapott, megdicsőlt testi formában ott állhatunk majd az Isten előtt. Még csak röviden térjünk ki arra, hogy a Halloween, amely manapság egyre népszerűbb köreinkben is, egy más kultúrához tartozó ünnep, ezt a katolikus egyház igazából ellenzi. Miért? Így van, jó lenne küzdeni, nagyon erősen küzdeni ellene, tehát akkor, amikor kultúrát találkoznak, akkor általában csak a keletről jövő kultúrák negatív hatásait szoktuk emlegetni, vagy mondjuk a keleti kultúra és a kereszténység közötti különbségeket szoktuk emlegetni, de az a baj, hogy nagyon sokszor a nyugatról jövő negatív hatásokkal nem foglalkozunk, pedig éppen küzdeni kellene ellene. Tehát olyanfajta a démonvilággal, a szellemvilággal kapcsolatos dolgokat próbál ez a Halloween ünnep emlegetni,
ami teljes mértékben ellenkezik azzal a tanítással, amit mi szeretnénk ilyenkor hirdetni, és amit már sok száz év óta, tulajdonképpen 1300 éve tartjuk a Mindenszentek ünnepet, tehát azóta az egyház ezt az ünnep megtartásával is demonstrálni szeretné, hogy mi a szenteket ünnepeljük, mi nem riogatjuk a démonokkal a gyerekeket, vagy a felnőtteket, vagy az embereket, hanem mi a szenteket ünnepeljük. Az igaz, és mondjuk ezért tarthatna meg nagyon sok magát kereszténynek mondó nyugati ország, akár az Egyesült Államok népe is ezt az ünnepet, tehát nekik talán ünnep, mert a szellemvilága kapcsolatos, és a kereszténység is hiszi és vallja, hogy létezik egy olyan szellemvilág, ahol bizony nagyon komoly démoni erők működnek. És nagyon sokszor pont a gonosz csábító, ahogy Ferenc pápa most emlegette éppen az ifjúsági szinódus kapcsán, a minden szétzúzó, a diabolosz, az ördög maga próbálja a kereszténységet úgy szétzúzni, hogy elhiteti azt, hogy akár ilyen bugyuta gyermetek játékokkal is mi úgymond a démoni erék fölé tudunk kerekedni, hogy nekünk nincsen hatalmunk fölöttük. Egyedül az Úr Jézusnak van hatalma fölötte, ő viszont le is győzte a sátánt azzal, hogy a keresztfán értünk meghalt, és aztán a sírból föltámadt. Tehát valahol tényleg küzdeni kellene ellene, és szoktam is mondogatni, hogy számunkra a jelmezbe öltözés időszaka az a farsang. Az európai kultúrában a farsang a farsangolás időszaka. Tehát ilyenkor vállaljuk föl, merjük fölvállalni azt, legfőképpen a szülők a gyerekeikkel, hogy nem öltözünk jelmezekbe, nem ügyetlenkedünk. Én szoktam mondani, hát kicsit a hasamra gondolva, konyhai példával élve, hogy mi a tök-tökbe nem lámpát teszünk a sütőtökbe, és riogatjuk fel a szomszédokat, hanem megsütjük és megesszük ilyenkor. Hogy ez lenne a helyes magatartás a Halloween ünnepe is kapcsolatban. Együk meg a sültököt, és menjünk el a Szentmisére, ünnepeljük a minden szenteket, másnap pedig imádkozzunk meg hatjainkért. Szakály József plébános úrnak köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Vasárnap nemzeti tanácsi választásokat tartanak Szerbiában. Az országos kisebbségi önkormányzatok a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény szerint több hatáskörrel rendelkeznek. A Magyar Nemzeti Tanács hatásköreiről szól a következő bejátszás. Jó napot kívánok! A 35 tagú Magyar Nemzeti Tanács képviseli a magyar nemzeti közösséget, a hivatalos nyelvhasználatot, az oktatást, a magyar nyelvű tömegtájékoztatást és a kultúrát érintő kérdésekben. Hatáskörei kiterjednek arra, hogy oktatási, kulturális és média intézményeket alapít és társalapít. A magyar közösség jogait és helyzetét érintő kérdésekben fejlesztési stratégiai dokumentumokat fogad el. Meghatározza a magyar nemzeti közösség nemzeti szimbólumait és ünnepeit. A Magyar Nemzeti Tanács alkotmányos panaszt nyújthat be az Alkotmánybírósághoz, amennyiben úgy értékeli, hogy a magyar nemzeti közösség, vagy valamely a magyar nemzeti közösséghez tartozó személy alkotmányos jogai sérültek. Eljárást indíthat az ombudsman, illetve a bíróságok előtt, amennyiben megsértik a magyar nemzeti közösség egyéni és kollektív jogait. Támogatja és védelmezi a szórványban élő magyar nemzeti közösség jogait. A Magyar Nemzeti Tanács képviseli a szerb köztársaság területén élő magyarság autonómia törekvéseit és érdekeit a hazai, az anyaországi és a nemzetközi szervek és szervezetek előtt. Pénzügyi lehetőségeihez mérten pályázatok útján támogatja a magyar civil szervezetek működését és az általuk kezdeményezett projekteket és rendezvényeket. A Magyar Nemzeti Tanács a magyar tannyelvű óvodai csoportokba, illetve általános iskolai osztályokba való iratkozást népszerűsíti és támogatja is. Az MNTA a középiskolásokat és felsőoktatási intézményekben tanulókat is segíti. 2018. szeptemberében az MNT 1400 tanszercsomagot biztosított az elsős diákok részére, akik a 2018-2019-es tanévben kezdték meg tanulmányaikat magyar tannyelven Vajdaság területén. A csomagok beszerzését, valamint a program megvalósulását a magyar kormány támogatta. Az iskolabusz program a 2010-2011-es tanévben kezdődött el, hogy azután évről évre tovább fejlődjön. Az idei iskolaévben is folytatódott az MNT iskolabusz programja, már 12 község területén szállítják a gyermekeket a legközelebbi magyar tannyelven is oktató óvodába, illetve általános iskolába.
Az MNT ingyenes egyetemi felkészítő programot kínál minden középiskolás diáknak 13 tantárgyból. Azon diákok, akik magyar nyelven végezték el az általános iskolát vagy a középiskolát, és szerbiai akkreditált felsőoktatási intézményben tanulnak tovább, akár 150 eurós ösztöndíjra is pályázhatnak. Ennek az egyik feltétele, hogy a hallgató nyilatkozatban vállalja, hogy a diploma megszerzése után legalább 3 évig Szerbiában dolgozik majd. A Szerbiában tanuló magyar hallgatók a Magyar Nemzeti Tanács úgynevezett demonstrátori ösztöndíjára is pályázhatnak. A támogatásra azok a felsőbb évesek pályázhatnak, akik vállalják, hogy segítik az első éves hallgatók tanulmányait és beilleszkedését. Az ösztöndíj összege havonta 140 euró dinár ellenértéke, illetve aki részesül az MNT felsőoktatási ösztöndíjában is, annak 30 euró dinár ellenértéke. Az Újvidéken tanuló magyar ajkú diákok választhatják az Európa Kollégiumot, amelyben 400 vajdasági magyar egyetemi hallgató számára van férőhely. A Magyar Csernyei iskola 120 diákja, valamint a helybeli óvodások a következő 3 hónapban az iskola tóbai kihelyezett tagozatának épületében tanul. Iskolájukban ugyanis nagyszabású felújítási munkálatok kezdődtek. Ennek köszönve hosszú idő után újra megtelt a tóbai iskola. A felújítási munkálatok miatt október 8-a óta utazó diákok lettek a Magyar Csernyei Petőfi Sándor általános iskola tanulói. Az iskola tóbai kihelyezett tagozatának épületében, ha szerényebb körülmények között is, de minden feltétel adott a tanítás megszokott menetére. Lassan próbáljuk megszokni, ez van, ami van, örülünk az új iskolának, vagyis a felújításnak, és ezt el tudjuk fogadni. A magyar csernyei szülőknek is meg kell szokni az új helyzetet. Most az iskola elől induló buszra kísérik gyerekeiket. Két váltásba járnak, a kisebbik fiam délután, a nagyobbik fiam délelőtt. A kisebb örül, megmondom őszintén, ő sokáig bír aludni, kevesebb a házi, jobban meg tudjuk oldani. Nekem egy kicsit nehezebb volt a beosztás, mert nem ezt szoktuk meg, de igazából belejöttünk, úgyhogy különösebb gondot nem okoz egyik se. Az újdonsült utazó diákok pedig élvezik a helyzetet, mint mondják, számukra ez olyan, mintha minden nap kirándulásra mennének. Jó busza járni tóbára, csak az a baj, hogy korán kell kelni. Itten minden máshogy néz ki, mint Csernyén, ott nem volt ilyen más az osztály, tehát nekem minden máshogy néz ki. Az eddig magyar csernyére utazó tóbai felsősök azt mondják, jól jött ez a változás. Ideig magyar csernyére jártam, és most mivel nem kell utazni, többet bírok aludni, és jobban tudok odafigyelni az órákon. A gyerekek kezdik megszokni az új helyzetet, és a környezetváltozás nem okozott különösebb gondot. Úgy vettük észre, hogy élvezik. Nagyon a környezetváltozást is, meg érdekes nekik az utazás, mert ilyenben még nem volt részük. A tóbai iskolának is van tornaterme, így a tornaórák sem maradnak el. Igaz, hogy szerényebbek a körülmények, de én úgy gondolom, hogy itt is, tehát kielégítő nívón bírjuk folytatni az oktatást. Úgy, ahogy a sport élőn, szerintem úgy a többi téren is. Tehát itt is tornaterem látható, parkétta is, a kapu is, a kosok is. Most igyekszünk megcsinálni a röplabdár és a hálót. A magyar csernyei iskolát 1984-ben adták át rendeltetésének, azóta az épületen nem végeztek ilyen méretű felújítást. A munkálatokat a Szerb Köztársaság kormányának közbefektetési irodája pénzeli EU-s forrásokból. A befektetésnek az értéke mintegy 120 millió dinár. Ki kell, hogy hangsúlyozzam, hogy ekkora befektetés a településünkön az iskola építése óta, tehát nem volt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy megbecsülésre szolgáló összeg, amit ugye a befektetést ezt ki is fogják vitelezni. Mi is kerül cserére, úgymond újításra. Tehát kicserélik a teljes tetőszerkezetet, a falaknak a külső szigetelését elvégezik,
belső és külső festést, a külső és belső nyílás záróknak a cseréjét, a padlózat cseréjét, az iskola udvarnak a betonozását, az iskola körül pedig a járdáknak a cseréjét fogják elvégezni. Még hogy hozzátegyem, tehát a komplett vízvezetéket és szennyvízvezetéket, világítást, ez is bele van foglalva az újításba. Tóbán örülnek a szokatlan helyzetnek, hiszen mostanában nemigen van rá példa, hogy egy kis faluban megtöbbszöröződik a diákok létszáma. Falunk 1976-ban kapott egy szép új iskolát, és ez a gyerekek létszáma évről évre sajnos csökkent. Mostan nagyon benépesedett iskolánk, és olyan öröm végigmenni a falu utcáján, amikor a 30 gyerek helyett most ugye, vagy 130 gyerek van, és hallani a gyerekek zsibongását, a gyerekek játékát az udvaron, és nagyon örülünk mi tóbaiak, hogy helyet bírtunk biztosítani a magyar csernyeieknek, hogy őnekik is megszépüljön, megújuljon az iskolájuk. A Magyar Csernyei Iskola felújítására 120 napot kapott az újvidéki kivitelező. A munkálatok az időjárás rosszabbra fordulása esetén sem állnak le, a mesterek szombaton és vasárnaponként is dolgoznak. Így remélhetőleg még határidőn belül elvégzik majd a munkát. A Magyarországi Rákóczi Szövetség célja a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatása hosszú távú megmaradásáért folytatott küzdelmében. Ebben a küldetésben rengeteg programot és támogatást nyújtanak határon innen és túl. Erről a munkáról következik most egy rövid összefoglaló. A Rákóczi Szövetség diákutaztatási programjaiban eddig több ezer kárpát-medencei tanuló vett részt. Vajdasági általános és középiskolások is látogattak az anyaországba, illetve más magyar lakta vidékekre, és hozzánk is érkeztek már diákok más magyar lakta vidékekről. Ilyen volt például, amikor áprilisban egy hosszú hétvége alatt a délvidéki utazás elnevezésű program keretein belül több mint 100 magyarországi, vajdasági, felvidéki, erdélyi, horvátországi diák járta körbe a vajdasági magyarság jeles történelmi helyszíneit. Így például Csúrogra is ellátogattak, ahol koszorút helyeztek el a kegyhelynél, vagy Péterváradra, ahol a katakombákat is megtekinthették. Iskolánk 7 éve tagja Rákóczi Szövetségnek, de mi csak idén léptünk be az osztálytársainkkal. Délvidékre szólt ez az utazás, és eddig Szabadkát néztük meg, és Óbecsét, ami szerintem nagyon szép volt, és nagyon fontos, hogy ezeket a helyeket is lássuk Magyarországon kívül. A szövetség különböző ösztöndíjakkal is igyekszik támogatni a határon túli magyarságot. Legutóbb például Ürményházán az Icsi falvi Doszitej Obradovics általános iskola kihelyezett tagozatán 4, Székelykevén és udvarszálláson 7, Torontálvásárhelyen pedig 14 elsős kisdiák kapta meg a Rákóczi Szövetség ösztöndíját. A szövetség 2013-ban indította el Vajdaságban a beiratkozási ösztöndíj programját együttműködésben a Magyar Nemzeti Tanáccsal. Céljuk, hogy a magyar oktatást népszerűsítsék. Ez egy jelképes ösztöndíj, hiszen csak 10.000 forintról van szó, de ugyanakkor egy óriási összefogást is jelképez, hiszen több száz magyarországi önkormányzat, magánemberek, magánvállalatok fogtak össze, hogy itt a délvidéken, Vajdaságban a mai nap, illetve a következő napokban több száz magyar elsős részesüljön ebből az ösztöndíjból, és egyfajta jelképes kézfogás, köszönet szeretne lenni mindazok felől, mind a támogatók felől a szülők felé, hogy igenis jól döntöttek, köszönjük a döntésüket, hogy őrzik a magyar nyelvet, őrzik a magyar iskolát, és gyermeküknek magyar iskolát választottak. A Rákóczi Szövetség Kárpát-medence szerte számos módon támogatja a magyar tannyelvű iskolás gyerekeket, ajándékcsomagokkal, ösztöndíjakkal, valamint kirándulásokkal és egyéb rendezvényekkel igyekeznek segíteni a magyar gyerekek hétköznapjait. A budapesti Gloria Victis elnevezésű rendezvénysorozatra, amellyel az 56-os megemlékezések eseményeire állítanak emléket, rengeteg vajdasági diák utazik minden évben. A
Budapesti Székhelyű Rákóczi Szövetség közel 30 éve szívén viseli a határon túli magyarság sorsát, különös tekintettel az ifjúságra. Itt áll mellettem Nagy Domonkos István, a Rákóczi Szövetség munkatársa. Üdvözlöm! Milyen programokkal készültek az ifjúság számára? Üdvözlöm, én is nagy szeretettel köszöntöm. Nehéz lenne egy mondatban összefoglalni, ahogy a naptári év elkezdődik és a vége felé közelít, számtalan program az, ami rendelkezésre áll, egészen a óvoda, általános iskola legkisebbjeitől a középiskolásokon keresztül a felnőtt egyetemista, illetve pedagógus korosztályokig. Nagyon sok felhívással, programmal igyekszünk kedveskedni a Kárpát-medencében minden hozzánk csatlakozó szervezetnek, iskolának, helyi szervezetnek. A mai napon itt Magyar Kanizsán az ifjúságot vették előtérbe. Milyen programokkal készültek nekik? Amiért a mai napon itt vagyunk, annak a előzménye az az, hogy a Rákóczi Szövetség a Székesfehérvári Vörösmarty Színházzal az idén nyáron egy színjátszó tábort közösen szervezett meg, és tulajdonképpen ez a mostani roadshow, ez arról szól, hogy 4 állomáson a Kárpát-medencében, Nagyváradon, Ipolyságon, Beregszászon és ma itt Magyar Kanizsán fiatalokkal találkozva egyrésztről a Rákóczi Szövetségnek a programjait, lehetőségét mutassuk be, másrésztről pedig, hogy egy interaktív történelmóra keretében szertartásjátékokról, koronázásokról halljanak egy kicsit többet a fiatalok. Sor került itt arra is, hogy a szövetség nyári táborait, évközben megszervezett hétvégi rendezvényeit, pályázati lehetőségeit bemutassam számukra. Azok a diákok, akik jelentkeznek Önökhöz, vagy szeretnének részt venni a Rákóczi Szövetség programjain, hova utazhatnak? Itt is nagyon színes a paletta. Azt gondolom, hogy Magyarország az egy elsődleges célpont, de emellett sok alkalommal lehetőség van arra, hogy Párciumba vagy Erdélybe kiránduljanak el. Kárpátaljára is hirdetünk pályázatot utazásokra, illetve a Felvidék, vagy éppen más magyar lakta vidékek is célpontok lehetnek. Mi a célja ezeknek a kirándulásoknak vagy programoknak? Több célról lehet itt is beszélni. Egyik nagyon fontos cél az, hogy egy-egy régiónak a magyar vonatkozású kulturális történelmi emlékeit, emlékhelyeit látogassák meg, így megtudva egy kicsit az iskolapadon kívül is többet a közös múltunkról. Másik cél pedig, és talán az még fontosabb, magyar-magyar kapcsolatok erősítése, az, hogy ezek a fiatalok kortársaikkal találkozzanak, akár itt a délvidéken, akár határokat átlépve más régiókban, Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken is, velük tapasztalatot cseréljenek, illetve barátságot kössenek, és hogy tulajdonképpen ilyen módon magyarságukban kicsit megerősödjenek, és a látókörük is szélesedjen. Tapasztalatok alapján érdekli ez a gyerekeket? Aktívan részt vesznek ebben? Mindenképpen azt mondom, hogy igen. Ha csak a diákutaztatási programunkról beszélek, akkor egy évi 16 ezeres létszám az, ami ennek a programnak a résztvevőit lefedi. Ők 3 alkalommal ülnek autóbuszra, és veszik a talpuk alá a Kárpát-medence útjait bármilyen irányba, de a rendezvényeinknek is több ezer látogatója van minden évben, és azt is el tudjuk mondani, hogy évről évre egyre több visszatérő vendégünk van, aki egyszer megtapasztalja, nagyon-nagy örömmel jön el ismét. Délvidék vonatkozásában hány iskola tartozik az Önök programjaiba? Jelen pillanatban Délvidéken 15-20 középiskolában működik ifjúsági szervezet a Rákóczi Szövetségnek. Itt a legutóbbi időkben is, a nyáron, illetve a tavalyi évben is alakultak új szervezeteink, és ha bármilyen középiskolában volna erre érdeklődés, akkor természetesen nagy örömmel várjuk az ő megkeresésüket is. Hogyan tudnak jelentkezni az iskolák? Hát a csatlakozásnak, a szervezet megalapításának tulajdonképpen az egyetlen feltétele az, hogy legalább 10 tagja legyen, aki csatlakozna, belépne és elindítaná ezt a munkát. Némi adminisztráció van még ezen túl, amit akár egyénileg is meg lehet tenni, de hogyha egy e-mailben, vagy telefonon, vagy más formában a budapesti irodánkat megkeresik, akkor nagyon nagy örömmel jövünk el mi is a helyszínre, hogy bemutassuk a szövetség munkáját, illetve segítsünk az adminisztráció elkészítésében. Hogyan tudnak a gyerekek, akik teszem azt első osztályba indulnak, és szeretnének ebben a programban részt venni, hogyan tudnak érdeklődni, hogyan tudják meg, hogy milyen programokat biztosítanak számukra?
Az egy nagyon nagy öröm, hogy több kollégám is óriási elánnal, erőbedobással dolgozik azon, hogy a weboldalunk és a Facebook oldalunk folyamatosan friss és naprakész legyen. Itt naponta a legfrissebb információkkal, felhívásokkal, hírekkel lehet találkozni, de emellett minden más kommunikációs csatorna is nyitva áll azok előtt, akik érdeklődnek. November 1-től kötelező Szerbia területén a gépjárműveken a téli gumiabroncsok használata. Komoly büntetéssel számolhatnak azok az autótulajdonosok, akik a járműveiket nem készítették fel megfelelően a téli időszakra. Az ilyenkor várható havazások miatt pillanatok alatt balesetveszélyessé válhatnak az utak, ezért is fontos megfelelően felkészített kocsival útnak indulni. November 1-től Szerbiában kötelező az autók téli gumival való közlekedtetése a közutakon. Az autósok az utolsó pillanatokban is megrohamozzák az autógumisokat, hogy a nyári gumiaikat téli abroncsokra cseréljék a járműveiken. Nagy a forgalom ebben a szabadkai gumiszervízben, bár az időjárás még a kora őszt idézi, az utak szárazak és jól járhatóak, az igazi téli időjárás bármelyik pillanatban beköszönhet térségünkben is. Éppen ezért a saját és mások biztonsága érdekében is fontos az, hogy a lényegesen keményebb nyári gumiabroncsokat a lágyabb keverékű télikre cseréljük, mert azok tapadása sokkal jobb a havas, latyakos, síkos útviszonyok között. Igor Breslavski gumiszervizeshez egymás után érkeznek az autósok, hogy minél hamarabb lecseréltessék a nyári garnitúrát télire. Tapasztalata szerint az igazi roham csak akkor indul meg, amikor valóban beköszönt a havazás vagy a hideg, esős időjárás. De sajnos minden évben ez van, hogy az utolsó pillanat, és akkor két hétig ilyen trükkös, meg nehéz, de utána lenyugszanak a kedélyek. Meg mikor leesik az első hó, akkor még plusz van ez, hogy aki még elhalasztotta az utolsó pillanatot megvárva, hogy felrakja téli gumiait. Egyébként miért fontos, hogy az emberek a nyári gumi abroncsait lecseréljék télire? Nálunk sajnos ez még mind a törvény véget van. Nem saját biztonság véget, hanem mivel törvény előírja, de viszont téli gumi összetétele más, mint a nyári gumi, és sokkal puhább, sokkal rövidebb a féktáv, sokkal előbb eléri az üzemi hőmérsékletet, tehát biztonságot kedvéért jobb téli gumit használni télen. A mesterhez érkező kuncsaftok számára fontos, hogy a várható téli időjárási körülményekre jól felkészítsék a gépjárműveiket. Úgy látom, hogy most hoztál az autóját lecserélni a gumit, ilyenkor szokta a téli gumit? Persze, hát valójában muszáj ilyenkor lecserélni a törvény véget, mivel mától kötelező a téli gumi használata. Ha megnézzük az időjárást, gyönyörű szép időnk van, tehát nem kellene, de viszont nem tudom, hogy a rendőrei mit szólnak ehhez, hogy büntetnek, nem büntetnek, ami biztos, az biztos, én lecserélem, és hogyha hónaptól bejön valami havazás, vagy mit tudom én, ne adj Isten, nagy katasztrofális időjárás, hát akkor én nyugodtan bírom hajtani az autóm a téli gumikkal. Ez munkaautó, amivel vagyok, mert nekem nincsen mostan jelen pillanatban, és akkor muszáj, amit muszáj. Hát de ilyen időben nem tudom, hogy most koptassa vagy nem koptassa, én abba megyek. Tehát munkaautója van, esetleg nem tudom, a másik kötelező felszerelés és a húránca, fel van-e szerelve a kocsi? Fel van minden, mert megyek a határon túl is megyek, úgyhogy muszáj legyen minden benne, ami kell. Divatos mostansága a 4 évszakos gumik használata. A szakember szerint ez azonban kevésbé lehet megfelelő, mint a kifejezetten téli abroncsok használata a hideg, esős időszakban. Van most az a 4 évszakos gumi, amire a visszajelzések az autósok szerint olyanok, hogy nem éppen megfelelőek. Főleg a hóra, meg a csúszós jeges utakra azt mondják, hogy csúsznak. Úgyhogy azt a 4 évszakos gumit téli időszakra annyira nem ajánlják, mint például a sima téli gumit. A hivatásos járművezetők tudják a legjobban, hogy november 1-től, annak ellenére, hogy még most enyhe az időjárás, milyen következményei vannak annak, ha esetleg hiányos az autónk téli felszereltsége.
A téli vezetési viszonyokra úgy vannak főkészítve az autók, hogy elsősorban a téli gumik fő vannak rakva. Attól függetlenül, hogy meleg van kint és lehetne még nyári gumival hajtani, de ha véletlenül baleset történik, mivel november 1-től április 1-ig kötelező a téli gumi használata, a biztosító nem kötelező, hogy kifizesse a kárt a megtörtént esetbe. Úgyhogy fő vannak rakva a téli gumik, az ablakmosó folyadékok át vannak nézve, hogy télire vannak lecserélve, meg a hűtő folyadéknak a fagyi hőmérséklete le van ellenőrizve. Hólánc megvan-e? Hólánc minden autóba kötelező, attól függetlenül, hogy nem olyan tájon lakunk, ahol ezt használjuk, de a szabály ezt kéri. A szabadkai autós tanpályán járunk, ahol a leendő autóvezetőket képzik. Jó lehet, az időjárás még egyáltalán nem utal a térre, azonban a tanulóvezetők már az elméleti oktatás folyamán megismerkednek a téli közlekedési viszonyok tulajdonságaival és a kötelező téli felszerelésekkel is. Tisztában vagyok vele, hogy amikor esni fog a hó, vagy jeges utak lesznek, akkor is minden rendben lesz, és igazából nyugodt vagyok, hogy ilyen időben is megtanulok hajtani, mert később lesznek ilyen élethelyzetek, úgyhogy akkor legalább nem leszek ideges. Otthon esetleg nem tudom, van-e már autótok, és hogyha igen, már lecseréltétek rajta a téli gumit? Igen, épp most folyamatban van. Rózsa István oktató már régóta tanítja a járművezetés fortéjait. A téli időszak az autóvezetőktől mindenek előtt nagyfokú elővigyázatosságot, felkészültséget, higgadtságot kíván, mindamellett türelmet is, hiszen bármikor előfordulhat, hogy egy havas, jeges útszakaszra érünk, ahol a kocsi menet stabilitása csökken, és egy hirtelen mozdulat könnyen balesetet okozhat. Itt a tanpályán a lehetőségekhez képest igyekeznek elsajátítani a tanulókkal a téli vezetés stílusát. Ezt tudni kell, hogy a téli gumi és a hólánc annyit jelent, hogy amikor a szabály azt mondja, hogy amikor esik a hó, és, vagyis havas az út, hó van az úton, akkor kötelező. Ezt a tanulók megtanulják. Most a többi, ami a téli vezetést illeti, az pedig, ahogy mondtam, függ attól, hogy milyen az időjárás, tehát különféle vezetést, tehát megtanulják a tanulók, hogy különféle időjárási körülmények között hogy bánjanak a járművel. Most ezt amennyire lehet forgalomba, vagy esetleg itt ezen a tanpályán, ahol gyakorolunk, valamennyire gyakoroljuk, tehát extrém körülményeink annyira nincsenek, nem tudunk olyat, hogy mindenféle vezetési stílust. A vezetésoktató tanácsa, hogy a kötelező téli felszerelésen, azaz a téli gumin és a hóláncon túl legyen mindig kaparóeszköz az autóban, amivel a jeges szélvédőket alaposan megtisztíthatjuk. Legyen a kocsi csomagtartójában egy kisebb vödörnyi homok is, ami a havas úton történő elakadás során lehet a segítségünkre. De fel kell készülni arra, hogy az ordidőjárás miatt akár több órát, esetleg napot is vesztegelhetünk a járműveinkkel a nyílt utakon. Ilyenkor legyen mindig az autóban meleg holmi, némi élelem és víz is. Emellett hosszabb útra mindig csak teletankolt kocsival induljunk meg, hogy elakadás esetén a motort járatva fűthessük az utasteret, amíg csak lehet. Reggel, délben, este, bármelyik napszakban fogyasztható és fogyasztják is az emberek a sokak szerint élénkítő hatású kávét. De valójában hogyan hat a szervezetünkre? Tényleg ébren tart minket? Következő összefoglalónkban ezekről is szó lesz. Török kávé, presszó kávé, instant kávé, és még lehetne sorolni a kávéfajtákat. Sokan isszák a feketét, fiatalok és idősek egyaránt. Vannak, akik csak az íze miatt, szinte rituáléként kávéznak, míg mások bíznak élénkítő hatásában. A kávézók Szabadka utcáin még a hűvösebb időben is megtelnek, vannak, akik társaságban kávéznak, hisz olyankor a kávé szinte elengedhetetlen részlet. Vannak olyanok, akik akár egyedül is szívesen kávéznak. Ne basarádom, a papím jádnod a dve káfet nevna. Zašto piješ káfe? Pa ne znam, uglavnom volim ukus kafe i osvežava me s time što ne pijem domaću kafu, već isključivo espresso.
Régebben negatív hatást tulajdonítottak a kávénak, mára azonban ez az álláspont megváltozott, mondja az élelmiszerbiztonsági szakember, de vajon a kávén kívül kerül-e más is a csomagolásba? Élelmiszerbiztonság szempontjából csak a fogyasztók egészségét nem károsító termékek kerülhetnek forgalomba, így az azt jelenti, hogy semmilyen olyan káros anyagot nem tartalmazhat. Ezt már az élelmiszergyártók erre odafigyelnek egyik oldalról, a másik oldalról pedig laborvizsgálatokkal vizsgálják, és ez nem tartalmaz. Az más dolog, hogy bizonyos kávé keverékeket már aromatizálnak, vagy esetleg egyéb ízanyagokkal látják el, például az instant kávéknál megjelentek a különböző ízesítések, vanília, magyaró és egyéb ízesítés. Azért mondom azt, hogy nagyon széles a választék, amely fogyasztható, kapható és fogyasztható. A kávé tényleg ébren tart minket, de nem szünteti meg az álmosságot, a fáradtságot, csupán késlelteti azt, vagyis felélénkíti a szervezetet egy időre. Ettől függetlenül fiziológiai szempontból szükségünk van a megfelelő alvás mennyiségre, mondta Kis Csaba általános orvos. Hozzátette, nem a kávéra vagyunk rászokva, hanem arra az élénkítő hatásra, amit kivált belőlünk. Magának a kávénak nincsenek káros mellékhatásai, mondta Kis Csaba. Egy kísérlet volt, ami elég kirívó példa a kávéval kapcsolatban. Foglyoknak büntető telepen, és ez nem most volt, de le van írva, hogy megtörtént, több századak kávét adtak, és egyiküknek sem történt semmi. Tehát a kávé tulajdonképpen nem mérgező ital, és nem halálos a mellékhatása. Tehát olyan mennyiségű koffeint végül is akármennyit megihatunk, ez az extrém magyarázat, tehát nem fogunk belehalni, de nem biztos, hogy természetes, mondom, az a viselkedés, hogy elodázzuk az alvást, hogy élénkek vagyunk mesterségesen, mindez nem fiziológiás, tehát nem a szervezet igényeinek felel meg. Annak ellenére, hogy nem káros a kávé, mégsem kellene túlzásba vinni annak napi fogyasztását. Talán a délutáni órákban nem kéne kávét fogyasztanunk már, mert bennáll a veszély annak, hogy kialvatlanok leszünk. Ez egyénileg változik, tehát van, aki nagyon fáradt és elalszik kávévással, meg kávévás nélkül is. De fennáll, mondom, a veszélye általában egy átlag szervezetnek, hogy délutáni kávéjvás 4-5 óra után már éjszakai alvatlansághoz vezethet. Általában a reggel korán, tehát a munkakezdési kávéjvás az elterjedt, én nem tudom ellenezni, illetve a 10 óra körüli, amikor munkahelyeken, tehát 4-5 perc, vagy 5-6 perc szünetek vannak. Tehát ez talán még elfogadott a délelőtti órákban fogyasztva, különösebb kihatása, mellékhatása nem lesz. Ami a fiatalok kávéfogyasztását illeti, az orvos szerint 18-20 éves kor alatt nem kellene kávét inni. Ilyenkorban ugyanis még nincs olyan élethelyzet, ami okot adhatna a szervezet mesterséges ébrentartására, élénkítésére. Közügyek hírháttér műsorunk végén köszönöm a figyelmet, maradjanak velünk a továbbiakban is, hiszen hamarosan a legfrissebb hírek következnek. Holnap Vadlövő Gabriella várja Önöket a híradó után. Viszontlátásra!